Anyám fekete rózsa. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadtsággal fejé meg tehenét, szótlanabb sápadtsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak, jött-ment idegenek, anyám az ijegységtől dadog és bereked, sötét kendőjét vonván magányát húzná össze, ne bántsa többé senki, félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, s nem jut el sehova, szegénység csillagától sebes a homloka, vállára még az orgona virág is úgy szakad, mintha csak teher volna, jószagú kárhozat. Nyár van égen és földön, zene szól, muzsika, anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá, segítek, azért jöttem. Anyámnak fáj a feje, anyámnak fáj a semmi, anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd, kicsi, bejön egy madár érte, s csőrében elviszi. Hogy kerültél te Hollandiába? Nem tudom, hogy érdekes ez, hát mint bár. Na jó. Hát azért mégis azokban az években. Ugye Szolnokon háromszor egymás után megnyertem a verseny nagydíját különböző koreográfiákkal, és a Honvéd Együttesben akkor nagyon sok probléma adódott, főleg a tánckarba, és akkor engem meghívtak tánckarvezetőnek. Én boldogan mentem, azt hittem, hogy azért hívtak, mert kurva jó koreográfus vagyok, hát nagy díjakat nyerek, hát akkor persze, hogy engem hívnak meg, a fenét. Azért hívtak meg, hogy rendet teremtsek, hogy koreográfáljak. Tudnék, amit meg szerettem volna csinálni, azt nem nagyon. Akkor még divat volt, hogy a párt, meg a szakszervezet, meg minden végig tárgyalták a forgatókönyveket. És hát csak egy példát mondok, hogy meg akartam csinálni Ivo Andricsnak a Aska és a Farkas novelláját, amit ordít a tánc után. Megcsináltam a forgatókönyvet, és aztán végül is azt mondták, hogy az lehetetlen, hogy a bárányok ölik meg a farkas a faszizmus, és a farkas a jó, a farkas mindig faszizmus, irodalomban is, és nem tudom, és nem lehet, hogy a jó ölik meg, hogy a fasiszta farkas az a jó, és ez, na jó, mindegy, nem. Aztán később megcsináltam a Bihari Vas, azzal már nemzetközi nagy díjat is nyertem, sőt, még annak köszönhetem, hogy meg is ismertem a Ivo Andricsot. Na szóval így ment a dolog, úgyhogy iszonyatosan szkizofrén helyzetbe kerültem, hogy amit igazán meg akartam csinálni, azt a Bihariban csinálom meg, és a Honvédban pedig nem csináltam politikai számokat, ezt megúsztam, de ilyen konvencionális, hogy mondjam, turisztikai dolgokat kellett csinálni. Megpróbáltam tisztességesen abszolválni ezeket, de hát mégiscsak egy szkizofrén helyzet volt. És aztán eljutott ez a dolog oda, hogy 75-76-ban azt mondtam, hogy ennek elég, hát nem fogok így élni. És eljöttem a Honvéd Együttesből, volt egy nagyon nehéz évem, mert kiderült, hogy egyszer csak sehol nincs hely. Ezt a Orosz László nevű főosztályvezető a minisztériumban mondta, hogy hát Ferike, nehéz idők vannak, hát most nem tudunk neked egy helyet adni, jó? Azért eltartottam a családot úgy, ahogy. De egyszer csak hív a Pesovár Feri, hogy itt van egy holland barátom, és akar veled beszélni. Kiderült, hogy ennek az embernek van egy színháza, amit Nemzetközi Néptánc Színháznak hívnak, és Szegeden látta egy produkciómat. És megkeresett, még aznap este találkoztunk, és akkor először meghívott, hogy csináljak egy 20 perces magyar szvittet. Hál' Istennek ez jól sikerült. Aztán elkezdett idejárni
Magyarországra, egy nagyon jó holland volt, mert bort ivott, és nem sört. Úgyhogy, hát ezt kérem szépen, egy holland, azért a bort iszik, az már nagyon jó holland. Úgyhogy én hoztam őket ide, hoztam mindenfajta fesztiválra, meg bemutatókra, és egyszer csak egy ilyen egy év alatt, mikor vagy 5-6 alkalommal már itt látott ilyen bemutatókat, elhatározta, hogy ezt a magyar iskolát szeretné képviselni, és akkor meghívott állandóra dramaturgnak és dramaturgrendezőnek. Úgyhogy ez volt az egyszerű, tehát láttak egy produkciómat. De ez mindenütt így megy, filmben, színházban mindenütt így megy. De hány évet voltál? Hány évet voltál kint? Mennyi? 30. Valahány. Ja, hat éve. Ja, bocsánat. Amíg kint voltál, igen, Hollandiában. Ügyülök. Hat évet. Hat évet voltam, nagyon-nagyon szép sikereink voltak, és az volt benne a nagyszerű, hogy a szocialista táborból lévő koreográfus barátaimat meg tudtam hívni, ugye, mert Nemzetközi Néptáncszínház, tehát román, szlovák, bolgár kollégákat tudtam meghívni, mert minden műsornak olyannak kellett lenni, hogy több nemzetnek a folklórját képviselje. Az volt a vezér árszpoétikánk, hogy bármilyen különbözőségek vannak, azért az európai kultúra egységes. Csak egy példát mondok, csináltam egyszer egy örök szertartás címmel egy lakodalmat, egy nemzetközi lakodalmat. Kiderült, hogy Spanyolországtól egész Oroszországig a lakodalom dramaturgiája ugyanaz, ugyanúgy van lánybúcsú, legénybúcsú, tehát a lánykikérés meg egyebek, tehát mindenütt ugyanaz a dramaturgia. És akkor úgy csináltam meg ezt, hogy lefolyik a lakodalom, de minden dramaturgiai pillanat egy más ország folklórját képviseli. Hogyha legény búcsúra került a sor, akkor rájöttem arra, hogy a bajoroknak a hegyekben a legdurvább és a legelképesztőbb legény búcsúja van, úgyhogy németet csináltam. Kiderült, hogy a provanszálok a lánybúcsút csodálatos énekekkel és táncokkal csinálják, és ehhez megtaláltam a megfelelő szakembert, a Flagell házaspárt, akik hozták ezt a kultúrát. Na most ez egy óriási lehetőség volt. Még egy óriási lehetőség volt, hogy az útlevelemben ugye én bebélyegzetten amszterdámi lakos voltam, és amszterdámi dolgozó. Ettől én akkor mentem ki a határon, amikor akartam. Egy diplomata, ha magánúton akart kimenni, akkor a személyzeti osztálytól engedélyt kellett kérni, nekem nem. Ha Drégei Lacinak egy gyógyszert kellett hozni, hajnal 5 órakor kimentem Bruckheim Leitra, Leite híd végre, a patikába, és elhoztam a gyógyszert, és 11-kor már beszedte. És büntető jogi dolog, ugye akkor, ha 10 márkát találtak valakinél, az kizárták legalább egy évre az utazásból. Ugye emlékszel rá, a fiatalok napos, hiába mondom, röhögnek. Hiába mondom el, hogy mit műveltek a vámosok velünk, röhögnek. Nem is, szerintem nem is hiszik el. Na most én lettem a művészeti élet bankára, mert ha én 1000 dollárt akartam kivinni, akkor 1000 dollárt vittem. Mert csak rá kellett az interkoncert papírra írni, hogy ennyi pénz van nálam. Úgyhogy kimentem, és akkor az illető, amikor jött, akkor megkapta a pénzt, velem mentek. Hát szóval így kerültem Hollandiába, és akkor ez a Kárpáti, akiről beszéltem itt, aki egy nagyon-nagyon tisztességes ember volt, a rendszerváltás után megjelent egy könyve, ami nagyon tisztességes könyv volt, akkor politikai főcsoportfőnök volt. És akkor hát elhívott, hogy hát ő úgy gondolja, hogy jöjjek el művészeti igazgatónak. És mondtam, hogy igen, hát mondom, de hát nekem ez egy egzisztencia. És nem tudom, hát jó, de hát mégis maga az ide tartozik. Hát. És akkor csináltam egy 5 éves tervet. 5 éves tervet, mikor visszakaptam a Kárpátitól egy fröccs mellett, késő délután a miniszteri szobájába, akkor piros ceruza, zöld ceruza, fekete ceruza, minden, majdnem az egész tervet kihúzták a politikusok. Ezek, akik mondták, hogy a vásárfejeket tegyem be. Ugye, szóval ezek. És mondtam, Kárpáti elvtárs, semmi probléma nincs nekem, megvan az egzisztenciám,
akkor nem. Igen ám, de nekem nagyon tetszik ez a terve, mert például a smoking is benne volt. És neki az piros ceruzával húzták ki, hogy a kórus smokingba. Na, és akkor mondtam, hogy semmi. Igen, de nekem nagyon tetszik, mondja a pasi. Hát mondom, és magának van hatalma, hogy ezt meg lehet csinálni? Azt mondja, van. Mondom, akkor írja alá. Na, és így kezdődött a dolog, és akkor eljöttem úgy, hogy egyelőre nem teljesen, még tartottam Hollandiát, de aztán megindultak a nagy sikerek a táncínházzal. A nagy vita, ami volt közöttünk sokáig az Sanyival és barátaimmal, ugye, megindultak a nagy nemzetközi sikerek ezekkel a táncszínházi darabokkal, akkor már nem lehetett a kettőt együtt csinálni. Visszajártam egy-egy koreográfiára, de az, hogy ott állandó legyek, nem. Kornis Pétert te hívtad? Ő sokat volt kint, ő is Hollandiába fotózni. Kornis Péterrel úgy volt a barátság, hogy 1960-ban megnyertük Dijonban a nemzetközi nagydíjat, a bihari együttes, az aranyláncot. A lánc aranyozott volt, de a rajta lévő Napóleon aranyok ma is igazak. 16 darab Napóleon arany van, úgy lóg rajta. És szóval megnyertük ezt a nagydíjat, és akkor kaptunk a szakszervezettől egy kis pénzt, hogy csináljunk egy nemzetközi színvonalú prospektust. És akkor kerestem fotóst, és akkor volt a Muzsika című lap, és volt a Táncfőisze című lap. Az Ortutai Zsuzsa, az Ortutai felesége volt a főszerkesztő, és abban láttam egy pár táncos fotót, Kornis Péter. És mondtam, ez a pasi tudja, hogy mikor kell megnyomni a gombot. Hát megkeresem. Hát elmentem a fényszövbe, mondták, hogy ott dolgozik az Andrássy úton, és kerestem, és mondták, hogy hát a Péterke nincsen, mert most éppen katonai ilyen tartalékos szolgálatban van, egy hónap múlva szerel le. Hát mondom, jó, miért kell? Hát mondtam, prospektus. Ó, adunk magának. Nem, köszönöm szépen, én megvárom. És egy hónap múlva felhívott. Ott volt egy hölgy, akit megkértem, hogy adja oda a telefonszámot, hogyha leszerel. Felhívott a Kornis, és így születtek meg az első képek, amit a Péter csinált. És ez aztán lassanként a sok beszélgetéssel, mint ahogy sokan mindenki mással, úgy látom, hogy egy örökké tartó barátság, meg még ma is kurva jókat veszekszünk. Még a mai napig is, és mai napig is. Na, én elkezdtem, ugye én széken befejeztem azokat a gyűjtéseimet, amire a szakdolgozatot írtam, de hát a kultúra még létezett. És akkor a 60-as években, már túl voltam a szakdolgozaton is, azt mondtam a Péternek, hogy ide figyelj, jó, hogy ott csinálod ezeket a színházi fotókat, te is kolozsvári vagy, gyere, menjünk haza, felviszlek székre, meg kéne ismerjél egy ilyen kultúrát. Feljött, és lenyűgözte, mint ahogy mindenkit lenyűgözött, addig, amíg ez a kultúra ilyen egységes volt széken, mindenki hasra esett. Beleértve volt feleségemet, aki sajnos most nemrég halt meg, a Foltignoli, ez zseniális volt, a Stoller, a Lelkes és ezek, úgyhogy beleszeretett, és ez megfordította az életét. Ez nagyon becsületesen mindenütt elmondja, hogy az, hogy a folklor felé fordult, és ezt választotta élethivatásnak, ezt annak köszönheti, hogy feljött velem székre. De hát mindenkiről erről volt. Szóval Kornis vitte fel egyébként a Sanyit, a Nagy Lacit és a Kósa Ferit. Akkor a Kornisnak már volt autója. Úgyhogy ő vitte fel őket. Tehát én vittem a Kornist, ő vitte fel őket. Úgyhogy aztán voltunk együtt is széken. Egy csodálatos, varázslatos falu volt. Hát ma már, mit mondjak, minden utcában 5 panzió van. Gazdagok. Nincs táncház. Tánc nincs. Egy holland fiú pasi van, a Holland Misi. Holland Misi. Imádom a pasit. A stábotok megismerte. Így van. Aki a Kornisnak az első könyvét, az Elindultam világútját, annak én írtam a néprajzi jegyzeteit, megvette Amsterdamba.
És természetesen az első könyvben az a szék egy nagy fejezet volt, és akkor a pasi nézte, és akkor azt mondta, hogy ő elmegy ebbe a faluba, megnézi. Elment, úgy beleszeretett a faluba, hogy utána nem tudom még hányszor ment vissza, végül is letelepedett, be is nősült, felé a csipkeszegi táncházat vette meg, azt alakította át lakásnak és a saját múzeumának. A forrószegi táncházat, mikor lebontották, akkor felhozatta a csipkeszegre, a saját telkével szembe felépítette, abban egy kornis kiállítás is van, úgyhogy ő tartja fenn a kultúrát, bár érdekes. Tehát, ha még van szokásrend táncba, akkor ezt ő tartja fenn. A Holland Misi most itt volt nemrég. Nekem kellett tartani egy előadást a Hagyományok Házába székről, és akkor miután általában a tiszteletdíjat nem fogadok el, mondtam, hogy a tiszteletdíjamból hozzák el a Holland Misit, elhozták. A közönség fantasztikusan élvezte, hogy magyarul beszél. De értető. Én Fligender Hollandernek nevezem szabadon Wagner után. Tata. Mert németül repülő hollandi. Igen. Szeretnénk neked egy ajándékot adni, ha már szék neked ennyire a szíved közepe, és megkértük Pávás barátainkat, hogy egy kicsi székit neked muzsikáljanak, meg táncoljanak. De most ne rendezd meg őket, hagyd, hogy maguktól csinálják. Eszem ágában, én csak a forrószegieket rendeztem, hál' Istennek. Azt tudom. De ezt most felújítottak nemrég, kétszer siker miatt kétszer ment. A Zagyva Banda, biztos ismered és őket. És ki táncol? Hát majd két nyertes Pávás táncol, és énekel Sőregi Anna Zentáról, és egy Fodor Matyi és Fundák Kristóf táncol. Kertem alatt foly a szamos szőke vize, nem zavaros, eregy babám, hozz belőle, mújik a bánatom tőle. Traradáj, darát, tarararáj, kertem alatt foly a Tisza, tiszta vize, sosem tiszta, aki abból vizet iszik, babájától elbúcsúzik. Tradadáj, darát, tarararáj, dará. Könnyű annak keseregni kivi, tudja, hogy én nem búsulok soha, pedig nincsen az az ura, hogy a könnyem ne hullana. Taradáj, darát, taradadáj, dadá. Tudod, Rózsám, mit fogadtál, volt mikor kis kertembe voltunk csak ketten. Felfogadtad a magas kék ég alatt, hogy amíg élsz engem soha, Rózsám, attól a nagy eskütő, mit csak a jó Isten hallott egyedül. Esküdöztél, mennyre, földre, pokorra, hogy nálad nem volna.
világ, hadd hogy szóljon tráj, da, daj, da, csak az Isten el ne hagyjon tráj, da, láj, la. Ne félj rózsám, ne keserek, tráj, la, láj, la, mert én este hozzád megyek, tráj, da, daj, da. Hozzád megyek, ha későn is, tráj, da, daj, da. Tiéd leszek, rózsám, mégis, tráj, la, láj, la. Hozzád megyek, ha későn is, tráj, la, láj, la. Tiéd leszek, rózsám, mégis, tráj, da, daj, da. Thank you.
Köszönjük szépen. Szóval a mag, amit elvetettetek, így éred be. Hál' Istennek. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm.